Egy nagy kihagyás után élesztette fel szellemi vetélkedőjét a Csemadok. A legutolsó vetélkedő, mely Fábry Zoltán életművét, valamint a Csemadok munkásságát vette górcső alá, még 1989-ben zajlott. Meggátolja, hogy népek csoportja találkozzon, kulturális események törlése készen. A június 20-án megtartott középiskolások országos vetélkedőjét az 50. Fábry Zoltán közéleti napok keretén belül rendezték meg. Fábry Zoltán, aki mindnyájunkért él címmel. A Fábry Zoltánról szóló verseny nem csak egy szeméről, egy korszakról szólt. Egyértelmű, hogy a II. Világháború ideje alatt és utána történtekről, amely elsősorban érintette az itt élő magyarságot, de ugyanúgy, mint Csehszlovákia népét, Magyarország népét és Közép-Európának a népeit. A cél az volt, hogy felébreszteni egy érdeklődést a korszak, illetve a korszaknak az egyik meghatározó egyénisége Fábry Zoltán személy iránt. Számunkra ezért is fontos szépségek számára, hiszen utcán viseli a nevét Szepsiben. Szobra van, a szülőháza nem messze Szepsitől helyezkedik el, már az etnikai határon túl, tehát egy erkölcsi és egy szellemi örökséget kell továbbvinni. Ezért is örülünk, hogy a vetélkedőbe több csapat bejelentkezett, a döntőben már nyugat-szlovákiai és a kelet-szlovákiai csapatok mérték össze tudásokat, és illetve egy hozzáállást, hiszen volt egy szabad feladat, amelyben a saját elképzeléseket kell megfogalmazni, hogy az ő helyében ők hogyan fogalmaznak meg a jelenlegi helyzetünket vagy feladatainkat. A vetélkedőn 5 csapat mérte össze tudását. A verseny egyik szellemi vezetője Kovács László tanár úr volt, aki pozitívan értékelte a verseny színvonalát. Nekem az a meggyőződésem itt a verseny végén, hogy nagyon jól sikerült fölkészülniük. Ennek egyedüli egyfajta magyarázata az lehet, hogy azok a csapatok, amelyek végül is bejelentkeztek, olyan tanárok küldték ide ezeket a csapatokat, akik hát fontosnak tartották azt, hogy jól fölkészüljenek a gyerekek. Az anyag rendelkezésükre állt, tehát tulajdonképpen csak foglalkozni kellett a tanulókkal egy kicsit, és hát eligazítani őket, hogy mi iránt érdeklődjenek a megadott szakirodalomból, amiből készülhettek. A Kelet- és Nyugat-Szlovákiát összekötő versenyre érkeztek diákok Galántáról, Rozsnyóról, Nagykaposról és városunkból, Szepsiből is. A Boldog Salka Házi Sára Egyházi Iskola Központ csapata a dobogós 3. helyezést érte el a nemes megmérettetésben. Májustól zajlik ez a verseny, milyen jellegű feladatokat kellett megoldanotok? Az első fordulóban egy esszét kellett beküldenünk, ezt 3 részben írtuk meg, a tanárnő pedig segített nekünk összerakni. A második fordulóban egy prezentációt adtunk elő, és a 3. forduló pedig ez a kvíz volt ma. Hogyan érzitek? Nehéz volt a versenyre való felkészülés? Igényesek voltak a feladatok? Igényesek voltak, azért több kellett, mint hogy eljövünk, és akkor megmutatjuk, hogy jó, ez vagyok én. Kellett azért tanulni rá, egy kicsit készülni, elolvasni pár könyvet. Én a csapatommal együtt így a verseny előttig szinte semmit nem tudtam Fábry Zoltánról, és azzal, hogy olvastuk a műveit, az írásait, szinte egy elmúlt korban kaptunk bepillantást. Pap Boglárka a Petőfi Sándor programnak köszönhetően a Csemadokban immár 2. éve tevékenykedik. Új generációs látásmódjával lehetőséget teremtett arra, hogy a szervezők összekössék a tudást, az elvárást és egy friss generáció lendületét. A Csemadok főként az ifjúsági élet szervezését és koordinálását bízta rám, és így született meg az a fajta ötlet, hogy 50 éve hunyt el Fábry Zoltán. Május 31-én idén volt 50 éve, és hát ennek kapcsán akkor készüljünk egy versennyel, egy vetélkedővel a fiatalok számára, melyel talán nagyobb százalékban tudjuk megszólítani őket, hiszen nem egy vérre menő küzdelmet szerettünk volna, hanem a lényeg itt inkább azon volt, vagy azt próbáltuk nagyobb hangsúllyal feltüntetni, hogy ismerjék meg őt, tudják azt, hogy ki volt ő, hiszen szervezetünk díszelnökévé is választották, tehát nekünk már az nyereség a versenyben, hogy megismerték a nevét és munkásságát. A diákok utolsó feladata egy Fábry Zoltán által megfogalmazott levél megírása volt, amelyben a jelenben tevékenykedő Csemadokhoz, a felvidéki magyarsághoz szólnak a költő nevében. A levelek tartalma egy fiatal felnövekvő generáció gondolatvilágát tükrözte, mely a Csemadok irányvonalát is meghatározhatja a jövőben.
A szervezők minden levél felolvasásáról felvételt készítettek, melyet nem titkolt szándékuk felhasználni egy nemes és közös cél érdekében.